Szevasztok srácok, hello! Ez egy olyan videó lesz a mai, hogy itt Csolnokon volt egy főzőverseny, egy falunapi főzőverseny, képzeljétek el. És hát ezen a csapatommal indultunk, a Genggel, a Miki és a Geng, de hát sajnos ebből csak a Miki valósult meg jó sokáig. De majd a videóban látjátok, hogy nagyon-nagyon sok volt a probléma. Lesz is dráma, akkora dráma zajlott ezen a főzőversenyen, hogy csak na! Nagyon nehezen indult, nagyon rosszul folytatódott, és hát még rosszabbul végződött, de nem is beszélek tovább, nézzük meg a képeket, és hát kezdjük el akkor a videót itt Csolnokon, a mi kis csodás falunkban, a mi kis falu, érted? Érted, mi kis? Ezt kaptam, srácok, nézzétek meg! Ilyen kis izével, aprósággal kedveskednek. Ezt kapják a többiek, ezt meg én. Itt van, megérkezett Csibész. Hello, hello, szevasztok, megérkeztél. Itt a csapat. Itt a csapat. Nézzétek meg, sokan vagyunk, itt vannak. Hú, ez majd kiolvadt a zsír, hallom. Hát igen, itt ilyenkor már nehezebb, ugye, amikor már megolvadt egy kicsit. Még ennek... Ó! Nem. És honnan láttam meg? Ez nagyon éles, bazeg. De miért köszönülted ilyen élesre? Szerintem egy év múlva majd hozzad azt, akkor megköszönülted. Igen? Mi lesz a faja? Nincs és vázoltam. Erre most megy izé, amúgy sem nagyon hallani semmi szerintem. Ja, nem hallasz? Nem, hát a kamera nem hall annyira. Igen, nem hallja. Inkább várj, Muti. Minden potyog le erről. Látom, nagyon izgulsz. Nagyon izgulsz. Mindent azzal a képsel csinálsz? Aha. Igen. Mindenre is. Mindenre is pont megfelelő levonnak. És ennek mennyi idő kell amúgy? Az egésznek? Az egésznek, ja. Szerintem egy óra alatt megvan. Egy óra. De Muti azt nézze? Köszönöm, hogy bácsi, közé segít. Nem is tudom, mi lenne nélküled. Rakjunk még bele? Szerintem... Hop. Te vagy a főszedő ember. Látom, megvan a programom. Mi? Megvan a programom. Mi az? Ez házi kolbász. Aha. Házi spáros kolbász. Ja. Itt a többiek, ha mindenki, jaj, jövünk, ekkor, 9-kor, izé, helyfoglalás. Sehol senki, bazd. Pedig te még itt is aludtál. A persze, fél 9-re. Én azt hittem, hogy már én már ezt enni fogok, nem ezért. Fél 9-re. A sarokban már fél gázgóban, már fél után hagyom. Jó, hát ők nagyon izé, tudod, ők ilyen nagyon törtetők. Nem, mi akarnak állni. Egyébként mi szeretjük azt, hogyha van egy kis izgalom, tudod? Ja. Most az, hogy időben elkészülsz, az olyan snasz, nem? Hát mi abban a kihívás? Nem, könnyű nyerni. Figyeld meg, bazeng! Mert a kámelyik ide érnek, érted, egy fél óra múlva. Azt mondták. És akkor nekiáll okoskodni, hogy hát ez nem így kéne, ez nem így kellett volna. De akkor tényleg ez egy nyakon fogom. De figyelj, sokkal több kerül a földre, mint a tányérba. De azért, mert én gondolok, hogy vissza is adok a természetnek, tudod? De értek. Mi egyébként most ilyen... Ugye ilyen rezsicsökkentő, meg takarékos üzemmódon vagyunk, mi a napon készítjük el. Ez a bio főzés lesz. De egyébként figyelj, csináljuk azt, hogy vedd le kézbe. Hát igen, itt elkövettem szerintem az életem egyik legnagyobb hibáját, hogy Devonra bíztam a kamerát. Most ezt fogjátok látni, ezeket a képsorokat. A következő képsorok felkavaróak lehetnek. Leginkább fotós és videós kollégák számára. Semmit nem talált el Devon. Se a fókusz, se a zoomot, semmit. Úgyhogy próbáltam még úgy megvágni, hogy ne legyen annyira tré, mert vágás közben gyakorlatilag sírtam, dürohamot kaptam, meg kétszer élesztettek újra. Úgyhogy remélem, hogy veletek ez nem történik meg. Hát akkor nézzük. És mondanám, hogy Kálmáék mondták, hogy 10-re itt vannak. Meg jó, és mondta az állat a telefonba, azt mondja, várjál meg, majd együtt elkezdjük a kaját csinálni. És most van mindjárt 11 óra, vagy nem? Igen. Ez a szalonna már rég sűrött. Amúgy igen, úgyhogy meg is gyújtjuk. Gyere, Devon bácsi, hozd a kamerát. Nem tudom, hogy... Hú, de jó illata van. Már most jó ez a kaja. Érzed, hogy jó? Jó, jó. Mármint bereges kinézett. Azt ott a ranyát, azt úgy kell csinálni. Ez a szalonna. 46. A lottó. Hú. Egy. Ez a végső sorrend lesz amúgy.
Itt van Hajni is, sziasztok! Sziasztok! Megy egyébként a felvétel? Villog a piros? Hát én eszem. Na és szóval itt van mögöttünk a második csap, mármint a második helyezett, a harmadik. Szevasztok, hello! Szevasztok! Ők a szurkolók, így mind. Ők nekünk szurkolnak. Igazából nekünk jöttek drukkolni. Hát most akkor közben nagyon durván, hatalmas fény sebességgel készítjük a többit. A hagymát már ugye összevágtuk, az itt van. És én úgy szoktam egyébként, hogy a bandéknál is úgy csináltam. Bandénál is úgy csináltuk, hogy én a alapba szoktam a hagymával együtt a paprikát lepirítani. Úgyhogy most is ez lesz. Kicsit fölkockázom paprikát. Ezeket is olyan, mint nagyjából, mint a hagyma, ilyen akkora darabokra vágom. Valami technikája van, igaz? Tehát ez nem olyan speciális. Se, igen, persze. Igen? Ezt amúgy, hát más nem tudja, ezt csak én tudom ezt... így. Persze, hát ez egyértelmű. Ezt a technikával elsajátítottam. Persze, hát hogy nem. Hát azt hittem, hogy ezt mondani se kell, az ilyesmi. Nem, menjen most már egész. Úgyis ez így megszokja egy kicsit. Na. Megy majd bele fokhagyma is. Csak közben így szanaszét állom a fejem. Gyere, nem tud pucolni. Nem, hát a Miki nem akarom elvenni a lelkesedését. Hallod már? Rát a derekam, hajoltozom csak folyamatosan. A Miki, ez a kihívás így igazából, hogy a Miki egy egész flotta ellen fölveszi a versenyt egymagába. Tehát van két operatőr, meg hát Miki egy személybe, legalább 20-30 szakáccsal szenvedtel. És akkor a Kálmáik ide jönnek enni? A Kálmáik csak enni jönnek ide. Megy az alapba. Ez az egész belemegy az alapba majd. Ez a titkos recept. Ez egyébként így, hogy nem lesz megpirítva is, így sem itt. Miki. Gyere már Mi próbálja megzavarni a izét az ellenfelet. Igen, a kérdésekkel. Kérdésekkel bombázom az ellenfelet. Na, kis krumpli, kis krumpli. Fölvettem a szemüveget, bocsi, már hogy nem látok semmit, hogyha a napfényről árnyékba kibeugrálok. Kajak izét hallott, semmit nem láttam már. Na, szóval itt az lesz a stratégia, hogy a krumplit megpucoljuk. Fölaprózzuk. Addig közben valaki figyel a izére is, ugye Devon? Micsoda? Semmi. Devon most posztolja, hogy jól érzem magam, lol, csollokon a falunapon. De melyiket kell kevergetnie majd? Tök mindegy, hát menj oda valamelyik csapathoz, azt keverzem. Amália néni már leskelődik. Ja, elviheted, hogyha kell. Nyugodtan. El akarja vinni a kis szélfogónkat. Ugye? A dráma, amiről beszéltünk. Szóval igen, dráma zajlik folyamatosan a főző versenyen. Úgy vettél végig, hogy izért nem volt fókusz beállítva hozzá. Micsoda? Úgy vettél eddig végig, hogy nem volt beállítva hát, a fókusz. Hát nekem nem mondtad el, hogy igazából hogyan működik. Hát én azt hittem, hogy... rendszer. Hát de figyelj, akkor minek jöttél, érted? Ja. Hát csak ennél igazából, tehát semmi más. Nem tudok se izét, nem tudok se hagymát aprítani, se kamerázni, tudod. De legalább itt vagy, nem úgy, mint a többiek, nem? Jó, hát ez az fértő. Én a létszámnak meg vagyok amúgy. Amúgy igen. Ez a Mikinek a titkos receptje. Igen. A csónaki buldózer, úgy hívják. Nagyon szereti. És eddig mi van benne? Elvileg hagyma karika. Hagyma meg paprika. Paprika zsír. Ha, zsír szalonna. Meg szalonna, ugye? Igen. Ezt tőle kérdezem, hogy az van benne, ugye? Igen. Nem tudom, hát Miki ezt az utasítást lett neki, hogy ezt így kevergessem. De már csinálom is, tehát így alakulunk azért szépen rosszan. Jó. Hát most nagyon izébe vagyunk, időhiányban, úgyhogy az alapot kicsit megdörrentjük, megy bele egy kis bors. Én ezt már most így. De mondd már csak egy kis piros paprikát, küldjél bele.
Ez a titkos hozzávaló, ez minden kompenzál. Ezért fog nyerni. Csak ez miatt. Mennyivel locsolja meg? Kicsit. Szólok majd, szórjad. Kicsit szórjad. Szórjad? Aha. Jó, erő. Hát van ezeket... Kicsit megszaladt amúgy. Hát de kicsit nyílt. Nem, jó az úgy. Jó az? Persze. Hát magyaros, nem bazzek, hát na. Ez magyaros lesz. Na jön a kezedbe, Cumi, sivet. Igen. Megy bele a sírjárcóhoz. Ide hozod létre a kumplit, ott van az a fénypára. Sóval nem izért. Nem. Mit hozzak? Ott ezt a izért, a kumplit. Egy egész üveggel simán bele lehet tekerni. Alapkáma még jó, hogy nem vártalak meg, bazd meg. Nem mondtam, hogy ezért... Telefonban azt mondtad, várjál meg, 10-re ott vagyunk. Hát így van, van. Hát egy 10-re jöttünk volna. Ó, az mit panaszkodsz? Ebbe mehet akkor bele így, nézd? Most hozzá te. Így van. Itt van a lényeg, de a Csabát nézd, hát ilyen ronda embert, úgyis látsz egy csomó gyerek. Na jó, akkor ezt most itt átforgatjuk. Mert meg kicsit megrottyan, remélhetőleg. Boxi jön amúgy? Nem, meg jön. De ide találod? Mi a véleményed? Azt mondtad azért, hogy fenn van napszállás. Szerintem ez egy roppant kellemetlen lesz most, mert megint dráma van, mert percekkel a vége előtt vagyunk, és még nincs semmi. Ha megkérem a segítőmet, a csodás kolléganőmet, Dórit, mehet bele a tarhonya. Az utolsó mozzanat. Nem, még nem az utolsó, mert vízzel föl kell önteni. Nagyon jó. Szóval el kell dolgozni benne. És akkor ebbe a jó kis... Opa, fele kiment, nem baj. Ebbe a jó kis szabba fog itt megtörrenni. Itt a hajni. Téged vettek? Persze, valaki mindig be kell fogni kamerá. Hát egyszer nem tudom, de... Mi itt tudom, ezek mennek, jönnek, mennek állandóan. Igen. Így szerintem nagyjából ennyi. Így első körben. Nem tudom, hogy viselkedik, mert ugye ez egy háziasabb tormonya. Na jó, és akkor várunk. Igen, megint elkövettük azt a hibát, hogy rettentő későn kezdtük el a főzést. Nem sikerült a zsűrinek beadni a kész ételt, mert nem főtt meg. Se a krumpli, se a tormonya nem főtt meg. Úgyhogy megint csak egy olyan falunapon vagyunk túl. Ez már zsinórban nem tudom hányadik, hogy nem készültünk el időre. De egyébként utána meg rettentő finom lett. Ki nem vagy éhes? Én? Hát én jól laktam, hát ne viccelj el. Pedig nagyon szívesen adok neked enni. Azért nem néz ki rosszul egyébként. Azért nagyon szívesen adok neked enni. De azért azt nézzük már meg, hogy ez tényleg az, hogy itt összedobtátok egy-két óra alatt, azért ez durva egy ilyen kaját, ugye? Szóval kérsz? 3 óra alatt. Időbe kell jönni. Jó, nem mondod, hogy az. Időbe kell jönni, meg előző nap se állt, hogy egy kicsit összekészíti az ember. Nem baj, viccelt. Figyelj, én pásztortalhonyát is megcsinálom, csak nem egy fél óra alatt, hanem egy óra alatt. Igen, hát, hát fél óra alatt, látod? Mert hogy annyi kell neki. Aj, bocsánat, csak ellesem a izét, hogy hogy kell kinézni egy rendes marha. Mi ez? Gulyás? Gulyás. Ja? Nem jöttem volna rá amúgy kinézetre. A hús és a sok szart. Ja, nem volt, hogy belenyúlok? Nem, nyugodtan turkálja. Nem, biztos. De nyugodtan turkálja? Uha! Hogy fölhozzuk. Hogy értékeled amúgy? Nem, hogy benne lehetsz amúgy? Szerintem finom. Jó lett? Benne vagy. Nem lett rossz? Tudod, első helyezetet általában leszokták fotózni. Ja. Igen, ugye te vagy a címvédő, ti vagytok a címvédő csapat. Így, igen. Megvéditek a címeteket? Tudod, ott van. A partizánok. Meg lesz? Szeretnénk, de a top 3 az elvárás. Egyébként esélyes szerintem. Ezzel a kajával esélyesek elvárás. Vagytok a győzelemre. Jó, ja, ez a harcsapaprikás! Aha, és a másik? Az pedig csirkés. Ja, az a csirkés lecsós. Ó, magyar! Ja! Anyadik! Megvan a hajlék! A hatos számú csapat a képviselők csapata. Csináltattam a főzőverseny második helyezettjének táskát is kapnak, de ilyen kötényt. Jó? Csolnok nyomatos kötény. Direkt nagy szeretettel. Jó van? Köszönöm. És akkor ez az ötletre. Köszönjük. Az első helyezett... Necsó, halál egészségügy, parkapaprikás! Nem jelent ez fel, ugye? De. Ó!
Na, régen milyen? Régen nem már ilyen finomat. Életben nem hát ilyen finomat? Komolyan mondom. Tüdük, tüdük. Minden receptet elkérném, hogy mit hogy beállni. Titkos, titkos. Aha. Lépésekben meg úgy a minden. Hát nagyon gurmé vagy. Hát összeöntötted a pásztortalmonyát a pörköltel, vagy a gulyással? Ne egy helyre megy, nem? Föl, vigyük a kukát. És így milyen, jó? Ha tőlünk le putra nem veszed, akkor már lábadnál. Nagyon jó, nagyon finom lett. Nagyon ízletes voltam ugye a mai kajánka, hogy ilyen jót még nem ettem. Nagyon isteni volt. Figyelj már, ez komoly. Mi? Mit csináltál? 10-ből 12 lett? Wow! A pörköltes tányért a lábad mellé a tárny ízét. Mondtam, hogy jó lehetok, a pörköltes tányért lefújta a szél az asztal lábad mellé. Na szabasztos srácok, hát én most elvonultam ide. Elvonultam ide a többiektől távol, mert ezek itt magyaráznak. Értékelem kicsit a kaját. De ez így egyébként contentnek semmi, mert ugye pont az lett volna a lényege, hogy még egyszer megcsináljuk azt az ételt, amit egyszer jól megcsináltunk, és ezt értékeltetjük egy zsűrivel, ami igazából nem jött össze, mert nem adtuk le, mert nem készült el. Úgyhogy igazából ennek a videónak itt sok izéje nem volt. Sőt, igazából ennek a mai napnak itt sok értéke úgymond nem volt, mert megcsináltunk egy olyan ételt, ami már egyszer amúgy is megcsináltunk egy videóba, és még csak be sem mutattuk sehol. Senkinek. Ó, oh, mit teszel? Ó, oh, jól néz ki. Jó, jó. Jól néz ki. Na, dicsérik itt a jött-ment ember. A járókelők. Jól néz ki. Viszont a savanyú az jó. Ez a bolti konzerves savanyú, vagy a befőtt az jó. Könnyen se rossz. Hát úgyhogy akkor az a videó az arról szólt, hogy nyertünk volna, ha beadtuk volna. Igazából ennyi. Így a kulcsot adtunk le. Az lett volna, az lesz a videónak a címe, hogy volna. Videó lett volna, jó lett volna, ha nyertünk volna. Fekete Miklós short. Short lesz? Short videó. Nem a kaja nem jött össze, hanem az, hogy beadjuk zsűrizni. Hivatalos. Hivatalosra tegyük azt, hogy mennyire királyok vagyunk így a kaja ügybe. Nem látjátok, hogy állva tapsolnak engem egyébként most így. Kézen állva lábukkal. Ez volt a beszédem amúgy. Köszi. Amiért jöttem, az igazából megkaptam, mert kaptam cuccot. Jók a programok. Jók a programok, csak sok a köcsög. Köszönöm, hogy itt voltatok. Linkek a leírásban. Meg ott is van egy csomó link, de azt nem látjátok. Link trógerek. Azért főztünk gázon, mert tűzrakási tilalom van amúgy. Tűzgyújtási tilalom. Sziasztok, hello! Linkelj be engem is!